A tudáspróba előtt a résztvevők koszorút helyeztek el a névadó szobránál tiszteletük jeleként. Először is a diákokat köszöntöm sok szeretettel. Benedek Miklós, a verseny szaktanácsadója köszöntötte a koszorúzáson megjelent diákokat, valamint a szervező és támogató intézmények képviselőit. Az ünnepélyes megemlékezésen az Rényi iskola diákjai adtak műsort. Hol éjjel a vadak zöld szeme cikkan át a dzsungelen. Az 5.-6. osztályos gyerekek idén is nagy létszámban jelentkeztek a versenyre. Természetesen mindenki egyéni motivációval rendelkezett. Azért jelentkeztem a versenyre, mert nagyon szeretem a természetismeretet, az állatokat, a növényeket, és érdekel, hogy milyen az élőlények világa. Az Rényi iskola igazgatója szerint a környezeti nevelés az intézmény kiemelt feladatai közé tartozik. A környezeti nevelés a szakmai programunknak is kiemelkedő, fontos területe. Felső tagozatban már érdemes elkezdeni a természettudományos érdeklődés felé irányítani az erre fogékony gyerekek figyelmét, mondta Benedek Miklós. Ez a verseny is ezt a célt szolgálja. Azt hiszem, itt kezdődik az a megalapozása a természettudományos tantárgyak iránti szeretetnek vagy elkötelezettségnek, ami később a diákokat végigkíséri akár az egész életük során. A verseny célja az is, hogy az iskolai kötelező tananyag megtanulása mellett a gyerekek motiváltak legyenek tanórán kívüli ismeretek megszerzésére is. Az, hogy bejutottak ezek a gyerekek a megyei fordulóra, az már sokat jelent számukra is, az iskola számára is egy dicsőség. Az országos forduló május végén Mezőtúron lesz.